Már biztonságosan és kényelmesen közlekednek a Tünde utca 2,5 km hosszú kerékpár útján. A 60-as évek elején épült meg Nyíregyháza déli területén a legnagyobb forgalmat lebonyolító utca, amelynek szerkezete azóta teljesen elhasználódott, és a kerékpáros, valamint gyalogos közlekedés sem volt megfelelően biztosítva. A Tünde út felújítására nagy szükség volt, mivel a déli részen ő bonyolítja a legnagyobb forgalmat le, és külön öröm, hogy elkészült a kerékpárút, ami az itt élőknek megkönnyíti a városközpont irányba való közlekedését, mivel egy rendszer része lesz, amennyiben elkészül a Debrecen úti szakasz, és átadásra kerül, csatlakozik a Kígyó utcai csomóponthoz, és innen már elérhető a belváros. A közel 952 millió forintos Európai Uniós pályázati források segítségével megvalósult beruházás nem csak azért fontos, mert így a környéken élőket is be tudták vonni a kerékpáros közlekedésbe, hanem a terület adottsága miatt is. Ugyanis 75 cég, köztük hatalmas ipari nagyvállalatok működnek ezen az utcán. Az a tapasztalat, hogy a dolgozóink számára a munkahelyre való bejutás és a logisztika az nagyon fontos szempont lett. Tehát ebből a szempontból mi már éveleje óta 11 buszjáratot üzemeltetünk, de változatlanul nagyon sokan vannak, akik vagy vonattal, vagy busszal jönnek be az állomásig, és onnan biciklivel jönnek ki hozzánk. Nekik ez egy nagyon értékes beruházás, az, hogy biztonságban tudnak eljutni hozzánk, és biztonságban tudnak hazamenni a családjaikhoz. Az érdeklődés semmi nem mutatja jobban, mint hogy a háttérben látható biciklitárolónkat úgy néz ki, hogy pár héttel a beruházás befejezése után már úgy néz ki, hogy duplázni kell. A most kiépült kerékpárút szakasz része annak a 8 kilométeres rendszernek, amely a Kígyó utcától indul, a debreceni, Tünde, Kálói és Szent István utcán keresztül a Kert utcáig tart. A teljes nyíregyházi kerékpárút hálózat így már több mint 71 kilométer hosszú. Emellett pedig az autósok közlekedése is hamarosan javulni fog. Holnap is indul több felújítás. Egyrészt a Tiszavasvári szélsőbokori útnál megkezdődik a körforgalom építése, amire szintén nagyon nagy szükség van. Másrészt a Rákóczi úton és a Vasvári Pál úton indul a felújítás. Minden felújításnál fontos szempont a munkaerő mobilitás infrastruktúrális feltételeinek elősegítése, valamint a közúti, gyalogos és kerékpáros közlekedés biztonságjavítása.